Jelenleg a harmadik szakasza fut az ipari parkfejlesztési programnak Bonyhádon. Azok a vállalkozások, melyek először választották ezt a területet telephelyül, ma már a város legerősebb adófizetőié és közel 500 embernek adnak kenyeret, mondja Filóni Ferenci Bolya polgármester. Mindez azt igazolja vissza, hogy jó döntés volt belevágni a koncepció megvalósításába. A város felhívására ezúttal 9 vállalkozás adta be jelentkezését, és az előzetes tárgyalások eredményeként az első ütemben 7-en kezdik majd meg a beruházást. Az a 7 vállalkozás, amely az első körben szeretne betelepülni majd erre az iparterületre, azok nagyságrendileg egy 100 főt fognak összesen foglalkoztatni, és bízunk benne, hogy ez a szám a jövőben majd nőni is fog. Vállalták azt is a vállalkozások, hogy amikor már minden infrastruktúra rendelkezésre áll, akkor 3 éven belül felépítik azokat a csarnokokat, amelyekben ők a tevékenységüket fogják folytatni. A terület, melyre a vállalkozások települni fognak, jelenleg szántó. Így az önkormányzat kivonja művelés alól és a alapinfrastruktúrával is ellátja. Filóni Ferenci Bolya a tapasztalatok alapján azt mondja, mire az építkezések elindulhatnak, megközelítően 1 év fog eltelni. Az új vállalkozásoknak külön díjat nem kell fizetni, csupán négyzetméter arányosan a kivonás díját kell kiegyenlíteni az önkormányzat felé. Bonyhád polgármestere azt mondja, fontosabb a helyi adóerő képesség növelése annál, hogy külön pénzt kérjenek a telephelyekért. Továbbra is azt a elgondolást erősítjük, ami már 10 évvel ezelőtt is utólag bebizonyosodott, hogy nem ez az elsődleges cél, hanem az, hogy megerősödjenek az itt működő vállalkozások, minél több lakost tudjanak foglalkoztatni, ezáltal pedig, ha megerősödnek, akkor növekvő iparüzési adóbevétellel segítsék az önkormányzatot. Az előzetes számítások alapján a betelepülők újabb 100 munkahelyet hoznak majd létre.